Sziasztok, Alex vagyok, a GigaVirág szerencsés csatornáról. A mai videóra hoztam neked egy Super Blackjack-et, egy bukszát, egy nagy meglepetést, illetve egy vadi új milliómos klub sorsát, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen eredményeket tartogat számunkra. Tartsatok velünk! És akkor most kezdjük is el a Super Blackjack, a buksza, illetve a nagy meglepetés és a milliómos klub sorsát lekaparását. Elsőnek a 058-as 500 forintos Super Blackjack-et fogom lekaparni, nézzük, hogy milyen eredményt tartogat számunkra. Az első asztalon 11-esnél kell nagyobbat találni. Van egy 7-es, 4-es és 17-es nyeri a sorsjegy, szuper. Nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Ez egy 500 forintos sorsjegy. És már egy 500-as vissza is adott, de még van hátra játék. Nézzük a második asztalt. A 20-asnál kell nagyobbat találni. Ennél már csak a 21 nagyobb. Van egy 10-esünk. 13-as, 8-as és 12-es nem lett nagyobb sajnos. Nézzük a harmadik asztalt. A 15-ösnél kell nagyobbat találni. Van egy 10-esünk, 6-os, 8-as és 4-es nem lett nagyobb a 15-nél. Nézzük a negyedik asztalt, ahol a 12-esnél kell nagyobbat találni. Van egy 5-ös, 11-es, 10-es és 9-es nem lett nagyobb sajnos a 12-nél. Nézzük a bónuszjátékot, lesz-e 21-ünk, fix 2000 forintért. Van egy 10-es, egy 3-as az 13, akkor egy 8-os. De 6-os tart, az csak 19, de ezzel a sorseggyel 500 forintot nyertünk, és az 500-ashoz a Z betű tartozik az 500-as nyereményhez, itt az egyik Z, és itt a másik. Akkor most nézzük a 0,35-ös 1000 forintos nagy meglepetést, milyen nyereményt tartogat számunkra. Az első játékon a nyilaknak végig kell menni, akkor írjunk el nyereményt. Nyillal kezdünk, nyillal is folytatjuk, és már stoppot adott, az nem jó. Nézzük a második sort. Nyíl, nyíl. A harmadik nyíl is megvan. És nagy egyére beadja a stoppot. Nézzük a harmadik sort. Nyíl és stop. Sajnos nem ért be. Nézzük a negyedik sort. Nyíllal kezd, nyíllal is folytatjuk. A harmadik nyíl is megvan. És nagy egyére ismét beadta a stoppot. Még két esélyünk maradt ezen a játékon. Nyíllal kezdünk, nyíllal is folytatjuk. A harmadik nyíl is megvan. És nagy egyére beadja a stoppot. Nem jó, nézzük az utolsó sort. Nyíl, nyíl. A harmadik nyíl is megvan, a negyedik is, na jön az ötödik. És igen, nyeri a sorsjegy, szuper. Nézzük, hogy mennyi a nyeremény, ez egy 1000 forintos sorsjegy. És már egy ezres vissza is adott, de még akár meg is duplázhatjuk, meg is triplázhatjuk a végén. Nézzük a következő játékot, hogy lesz a nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámunk a 25-ös és a 36-os. Nekünk van egy 18-os és 36-os, még egy nyeremény, szuper! Nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Még egy ezres, vagyis már 2000 forint van ezen a sorsjegyen. Nézzük, hogy lesz-e még. 15-ös és 27-es, ideig 2000 forint van a sorsjegyen. Nézzük, hogy lesz-e három azonos összegünk. 8000, 4000, 8000, 5000, 6000 és 30000 nem lett három egyformánk sajnos. De akkor nézzük meg, hogy megtriplázzuk-e a 2000 forintot. A szorzó az egy egyszeres, vagyis ezzel a sorseggyel 2000 forintot nyertünk, és a 2000 forinthoz a T betűk tartoznak, itt is van az egyik, és itt a másik. Akkor most nézzük a 008-as vadi új milliómos klub sorsát, hát ha ezen is sikerül valami szépet nyerni. Nézzük, hogy lesz-e 13 két szám összegéből, fix 5000 forintért. 10-es és 2-es, az csak 12, nem lett 13. Nézzük, hogy lesz-e pénzkötegünk.
A harmadik játékon három esélyünk van, van egy aranyrúd, érme, és pénztárca nem lett pénzkötegünk. Akkor most nézzük, hogy lesz-e három azonos összeg. 1 millió, 7500, 2500, 1 millió, 2500 és 7500, sajnos mindenből kettő nem lett három. Akkor most nézzük a szókeresős játékot. Kezdünk egy Y-nal. Itt van a vagyonban egy Y. F betű, olyanunk nincs. A betű. Itt van a bankban egy A betű, a rangban is van egy A betű. A partiban is. A villában is. A gazdagban van két A betű. Illetve a vagyonban is van egy A betű, és a jutalomban is. Szuper. I betű. Itt van a partiban egy I betű, a sikerben is van egy I betű, a villában is. C betű olyanunk nincs. D betű. Itt van a gazdagban egy D betű. O betű. Itt van a topban egy O betű. Illetve a vagyonban is itt az A betű, és a jutalomban is. U betű. Itt van a jutalomban egy U betű. Illetve a luxusban is itt az U betű. T betű. Itt van a topban egy T betű. A partiban is itt a T betű. És a jutalomban is itt a T betű. Szépen gyűlnek a betűk. X. Itt van a luxusban egy X. G betű. Itt van a rangban egy G betű. A gazdagban van két G betű. Oda már csak egy Z betű kell, illetve a vagyonban is itt a G betű. W olyanunk nincs. K betű. Itt van a bankban egy K betű. A sikerben egy K betű. R betű, itt van, a rangban egy R betű, a partiban is itt az R betű, illetve a sikerben is. Arra egy csomó esélyünk van nyerni. M betű, itt van a jutalomban egy M betű. E betű, itt van a sikerben egy E betű, már most az S betűvel is nyerhetünk. B betű, itt van egy B betű, és az utolsó pedig egy L betű, és ismét nem jött ki egyetlen szó sem. Egy hajszálnyira voltunk, hogy kijöjjön a szó. Nézzük, hogy milyen nyereményeket rejtett. Hát a topp alatt volt egy 85 milliós, ez a fődíj. A bank az egy 5000-est rejtett, a rang egy 7500-ast, a parti alatt egy 3000-es nyeremény, a siker alatt egy 25000-es, a luxus alatt szintén 5000, a villa alatt egy 3000-es, a gazdag alatt egy 10000-es, a vagyonnál szintén a fődíj 85 millió, és a jutalomnál is 10000. Ezeket sajnálta tőlünk sajnos. Akkor most nézzük, hogy lesz-e 3 egyformánk kötésben. Körrel kezdünk, X-el folytatjuk, tehát már az egyik részen nem jöhet ki három egyforma. Nézzük a következőt. Ide X-et ad, akkor ide egy X-et, de ide kört ad. Akkor nézzük, hogy jön a kör az első sorban. De ide X-et ad. Akkor nézzük a következőt. Ide kört adott. Itt is kettő van sajnos. Ide is kört adott. Itt is mindenből kettő. És akkor már csak a középső sor jöhet ki. Nézzük. De ide is kört ad, sajnos nem jött ki három egyforma kötésben. Akkor most nézzük az első játékot, hogy lesz-e három egyforma szimbólumunk. B3-assal kezdünk. Ez egy jakt.
B1-es és C1-es, ez egy felvonó, D1-es, ez egy autó, D3-as, ez egy űrhajó, B2-es, helikopter, de mindegyik különböző, A5-ös, vonat, olyanunk nincs, a nyereménytáblában B1-es, jacht, abból már van kettő, nézzük, hogy jön a harmadik, C3-as, vonat, miért olyat tudod, ami nincs is, nem is értem, A3-as, ez egy hőlégballon, és az utolsó, B4-es, ez pedig egy helikopter, sajnos nem jött ki, három egyforma szimbólum. Tehát a betűink egy H és egy K betűk különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, a 7-es pakkból a 0,29-es 1000 forintos bukszát. Öt játékon három egyforma szimbólumot, öt játékon pedig három egyforma összeget kell találni. Nézzük, hogy lesz először három egyforma szimbólumunk a fejek alatt. Kezdünk egy táskával, érme, aranyrúd, aranyrúd, na jön az aranyrúd, pénzkötög és érme, sajnos nem lett három egyforma. Nézzük, a második fej alatt lesz a három egyforma, van egy gyémánt, lóhere, aranyrúd, érme, lóhere és aranyrúd, mindenből kettő, nem lett három. Nézzük a következőt. Érme, aranyrúd, gyémánt, aranyrúd, na jön a harmadik aranyrúd. Vagy az érme. Nézzük, de gyémántot ad, mindenből kettő, nem lett három. Nézzük a következőt. Aranyrúddal kezdünk. Érme, gyűrű, gyémánt, gyémánt és táska. Sajnos nem lett három egyformánk. Nézzük, az utolsó fej alatt lesz a három egyforma. Lóhere, táska, gyémánt, táska, aranyrúd és gyémánt. Sajnos nem lett három egyformánk. Akkor most nézzük meg, hogy lesz-e három egyforma összegünk. Az első játék részen van egy 5 milliós, 10 000-es, 5 milliós, abból már kettő van, 5 000-es, 5 000-es, és 10 000-es, mindenből kettő, nem lett három. Nézzük a második játékot, van egy 5 000-es, 10 000-es, 50 milliós, az a fődíj, 50 000-es, 100 000-es, ide mind különböző, és az utolsó még egy 100 000-es, abból volt kettő, de nem lett három. Nézzük a következő játékrészt. Van egy 5 milliós, 50 000-es, 50 milliós, 50 milliós, abból már kettő van, 5 000-es, és 1 000-es, nem lett három egyformánk sajnos. Nézzük az utolsó előtti játékot. Van egy 50 milliós, 5 milliós, 10 000-es, 5 000-es, 10 000-es, nagyon a 10 000-est nézzük, de 50 000-est adott, sajnos nem lett három egyformán. Akkor nézzük az utolsó játékot. Van egy 50 000-es, 50 milliós, 50 milliós, abból már kettő van, 10 000-es, 50 000-es, és
Tízezres, mindenből kettő, nem lett három, sajnos. A betűink egy Y és egy T különböznek, sajnos. Tehát összegezve a mai videót, egy milliómos klubot, egy bukszát, egy nagy meglepetést, illetve egy szuper blackjacket kapattam le, és abból a milliómos klub, illetve a buksza az nem volt erő, viszont a nagy meglepetés adott egy 2000 forintos nyereményt, és a Super Blackjack pedig egy 500 forintos nyereményt, vagyis így összességében 4500 forintból 2500 forint jött vissza. Szerintem ez nem olyan rossz. Reméljük, hogy a következő videóban tudunk nektek valami szép nagy nyereményt mutatni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a legfrissebb videóinkról. Kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról. Én Alex voltam, a Giga Virág Szerencsi csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek a Vadi Új Milliómos Klub sorsjegyén. Sziasztok!